A kronométer.hu bemutatja őszintén órákról. Dávid, nem most hozott egy meglepetés órát. Igen, azért van pólóban, hogy elég nagy legyen, hogy eltakarja, és hogy legyen valami ünnepi dolog. Várj, elindítom a stop perc, jó? Jó. Hogy kell? Kitalálod? És mi lesz még mi lesz még a téma gyorsan. Na, akkor szembecsuk. Vulkén. Igen. Ez pró volt. Azért ezt kell, hogy mondjam neked, hogy ez pró volt. Köszönöm. Vulkén. Mert hát, és akkor most jön a csikli rá a tálészén. Nekem volt régen használt. Van róla cikk a kronométer.hu-n az elnökök órája Vulkén Cricket címmel. Nem tudom, hogy erre Biden felkelne. Én ma hallgattam reggel, jó van ez így. És ott pont erről volt szó, hogy Trump vagy Biden, és Trump is mondott valami ökörséget, és aztán bejátszottak egyet, amikor a Bidentől kérdeztek valamit, és az ember, mintha lassított felvételbe, összekeverte Egyiptomot Mexikóval. Hú, és így csak így hallgattam, mert ilyen bukosságba hallgatom ilyenkor, és fú, úristen, és azon gondolok, hogy elkezdett ütni a saját azt mondta egy mondattal előtte a Biden, hogy ő a legalkalmasabb ember Amerika vezetésére, ja, és utána elmondott egy ilyen 3 FPS-sel egy mondatot, és így úgy voltam, hogy akkor nem. Valami baj van a világban. Vulcan Cricket. Igen, a Vulcan Cricket annak idején, először is mit jelent? A Vulcan az nagyon egyszerű. Hú, vannak furcsaságok, bestje. Na, a Vulcan, az fólia az a kék... Az lehet. Jó, mert egy pillanatra olyan kínai órás volt, tudod ezzel. De most le ne vakard a kabusont. A cricket az pedig a tücsök. És azért hívják így, mert ahogy arra gondoltak, hogy milyen vicces azt mondani, hogy az ébresztő órának a hangja olyan, mint a tücsök ciripelése. Amikor fel akar ébreszteni. Bár engem ha belemászik a fülkagylódba. Mekkora flash lenne, lennének vidéken ilyen troll. Nem. Lennének ilyen troll tücskök vidéken, tudod, és akkor a kempingezők fülézbe mennének, és akkor együtt elkezdenék. Igen. És volt az amerikai elnököknek is az órája, mert volt néhánynak ilyen. Ja. Azért, mert ugye ez abban az értelemben egy okos óra volt, hogy beállított szépen és felkelt ébresztős. Tehát, hogy, és ez nem csak ébresztésre van, hanem mondjuk benn vagy egy megbeszélésen, és akkor egy elég nyilvánvaló jelzés arra, hogy bocs, de most már hát akar van, mert mennem kell. Ez most az F94W is tudja. Hát most már igen. És most amúgy az Obamának az volt, nem? Vagy az Obamának mi volt? Volt valami olyan alap valamilyen? Lehet. Nem tudom, erre most sajnos nem akarok elvinni egy gusztustalan parancsot. Ja, pedig. Barak Hussein Obamának. Gárgóz érzetesnek? Tudom. Na. Tehát, mennyi elnökös izért dolog van. Végre az látszódik valami, ez de szépen meg van csinálva, azt a mindenit. Ezek a kicsi kínaiak mennyire ügyesek. Na jó, ezek nem biztos, hogy kínaiak. Az a baj, hogy nem... Már mennyi, ott van a nagyító messze. Köszönöm. Egész jól néz ki a verk. Nagyon jól néz ki ez a verk. Azt a mindenit, milyen jól meg van csinálva ez! Ha az egyik irányba, ez a régen is így volt a Vulcan Cricketnél, hogyha az egyik irányba húztad, akkor a sima főrugót húztad föl, hogyha a másik irányba, akkor pedig az ébresztőnek. De itt most látszik az a mechanikai megoldás,
ahogy felhúzod az egyik irányba, és aztán a másikba. Ez őrült jó! Ez nagyon szép így megcsinálva, és látva, hogy áj, de jó. Igen. Az ébresztést egyébként úgy csinálja, hogy van benne egy darab gong, ami elkezdi a tok szélén levő peremet kalapálni kőkeményen. Szerintem nagyon szépen meg van csinálva a szerkezet, tehát egy különleges megjelenésű szerkezetet is kapsz, tehát azért szerintem ez elég fontos, hogy nem úgy van, hogy van egy alap uncsi eta vagy szerita velk, ami közben csiripelnek el, hanem az van, hogy rendesen egy különleges architektúra van, tehát ez ránézésre is látszik. És maga, ahogyan használod, hogy a korona mind a két irányba tekerve húz, ugye vagy a szerkezetet, vagy az ébresztő funkciót, és van még egy extra gombod, amivel tudod állítani, ahogy, vagy szabályozni azt, hogy te most a szerkezetet vagy az ébresztést állítod. Tehát ez nagyon jól, nagyon elvésen meg van csinálva, és az, hogy ezt te egyébként ki lehet választani, amikor rendeled az órát, hogy tömör hátlapa kéred, vagy zafír kis hátlapa. Én nyilván zafírra kérném. Hang is erősebb lesz, meg a látvány is nagyon különleges. Semmi esetesen mondanék arról, hogy lássam ezt a szerkezetet működés közben. Amúgy ez az óra így 1.830.000 forint. Ezt akartam mondani, hogy emlékeim szerint én 180 ezerért tudtam eladni az enyémet. Nyilván az még egy sokkal korábbi generáció volt, és a Vulcane átment egy ilyen újjáéledési folyamaton. Így van. Ami nem azt is jelentette, hogy rohadtul, megrágult. Igen. A számlapnak nagyon szép a jellegzetes 60-as évekbeli nagyon texturált sunburst jellege. Nagyon jól eltalálták, meg az egyszerű pálcika indexek, meg a tipográfia. Ott tényleg nagyon szépen megvan ez a 60-as évek, ami nekem fáj egy picit, hogy a számlap, most tudom, hogy ez a bereköthetős dolog, mert ez egy ilyen ellentmondás is, hogy mivel a 60-as éveket akarja idézni, és a 60-as évek az nem olyan formában szólt a luxusról, mint ahogy most gondolunk a luxusra, ezért ez a számlap nem tűnik drágának. A szerkezet inkább, de a számlap nem tűnik drágának. Igen, van több különböző számlap, tehát én azt gondolom, hogy itt ezt most azért is mondhatod, mert nagyon rámentek erre a retro valamire, és az 50-es években nem voltak annyira drága megjelenésű. Tehát ez 70 évvel ezelőtt egy drága számlap volt. Mára már annyira megszokta a szemünk, és annyira sok olcsó vintage órába láthattad, ami gombokért mennek manapság, de az tény, hogy nagyon komolyan sikerült hozni azt a fajta megjelenést, meg azt a fajta tükröződést, csillogást, színbeli konzisztenciát, szárcsiszolást, mindent, ami nagyon durván jellemző tényleg az 50-es évek óráira. 50-es, 60-as évek óráira. Ami lesz olyan, akinek tetszeni fog, lesz olyan, akinek nem. Szerintem azért nem bántom, mert ezen a korhű 36-os méretben van. Igen, szabad-e felpróbálnom? Há, hogyne. Elég hosszú a szí. Igen. Ezt azért a DJ-sz mellé tenni, mert az is ilyen szürke, ami neked van, amúgy. Igen, igen, de ott az a nagyon... Igen, ott sokkal érdekesebbek ott az indexek. 12,8 milli vastag, a nagyba kiemelt kristállyal együtt. Igen, na, és akkor itt a lényeg, és amiért mondtad, hogy a Datejust érdekes, hogy a bőrszíjas óránál egészen máshogy kell nézzük a méretet, mint a fémszíjasnál, mert a fémszíjas ott az egységgel, a látványban az egység, hogy a tok és a szíj az úgy egy egységet alkot, sokkal karkötősebb hatású, és ezért egy kisebb óra is tud jól állni, mint nekem a 36-os Datejust. Ez egy gyönyörű óra, de nekem ez... Nem túl szűkre vetted fel amúgy? Akkor az utolsó lukba dugom. Ja, így azért jobban áll. De ez akkor is pici, ez pont a... Ez pont a 39-es. Na, király. Mert ez pont az, amit az egyik részben mondtam, hogy amikor a tudjuk, kik csinálnak egy ilyen órás meetinget. Direkt kicsi lesz, ja. Igen, és akkor ott csak a csuklófotókat rakják fel utána, és látszik, hogy ilyen favágó csukló. Nem áll rosszul, de ez az óra szerintem nem rövid újjus. Tehát, hogy ez mindenképpen egy pulcsi, egy valami, tehát nem ilyen. Lehetne valami ez a modernkori öreg. Tehát, hogy a Biden-en látnál egy ilyet, azt mondanád, hogy ő. Sima. Igen. Mondjuk nem látná, az biztos. Ő. Elkezdene csiripelni szerintem, az akkor a nagy fekete szemeivel, ami pont olyan, mint egy UFO, így elkezdene John Travolta-ezni jobbra-balra. Ja. No, egyébként pedig tényleg nagyon szép a kidolgozása, az az érdekes, jó, az ébresztő funkció az ritkaság számba megy. Erősen kell benyomni amúgy. Nem akartam. Én csak mondom. Ja, igen, és ez is érdekes, hogy úgy tudod állítani az ébresztőt, hogy benyomod csutkára a nyomógombot. És kiköpi a koronát. A koronát már olyan állásban, hogy tudod állítani az ébresztőt. Ugyanis az ébresztő egy mutató, igen. Amit
oda kell tekerj, csak visszafele tudod állítani, oda kell tekerj, ahol majd az óramutatónak kell állnia, amikor ébredsz. Nem a perc, mert értelemszerűen a perc minden az... órába. Igen, hanem így viszont ugye az óra, tehát 12 órával tudod előre állítani egyébként. És tök érdekes, hogy ahogy majd most igen. oda fogod tekerni az óramutatóhoz, most majd csendben maradunk, és fogod hallani, hogy így is kattan valami a szerkezetbe. Mint amikor a filmekben a széfeket tekergetek, és hallod, hogy... Na igen. Nagyon halk, de szerintem hallható lesz. És hogy másik rendben tekered, akkor pedig felhúzod az ébresztőt. Nem, azt visszanyomva, nem? Igaz. Oh, ennyi ezt nem láttad? Ezt nem láttad? Nem. Nagyon jó! Ne. Ezen akadtam fenn az elején, hogy ez mennyire király. Csak ezért kéne. Ha semmilyen funkció nem lenne, akkor is eszem. Nagyon komoly ez a szerkezet amúgy. Nagyon komoly. Tényleg jó. Szóval, hogy 1.800.000 óra azért az egy nagyon-nagyon-nagyon erős piac. Az ébresztő órások között nem. Ha szeretnétek ilyen órát, de nincsen 1.800.000, akkor javaslom, hogy nézegessetek vintage darabokat, mert azok olcsóbbak, és nem olyan bonyolult szervizeltetni őket. Vagy, hogyha el szeretnétek utazni a távoli Japánba, akkor a Seiko-nak a Belmatic sorozatát kéne megnézitek, és ha tudom, hogy ezt hozod, nekem van egy Belmaticem 1960-as évekből, ami tökéletesen működik. Wow. És azt össze tudtuk volna nézni ezzel, mert azt egyébként most arról külön vlog epizódunk nyilván nem lesz max annyi, hogy egy egyperces vágóképet majd valamikor berakok róla. De ja, mert a tök érdekes, hogy a Seiko nem vitte tovább. Uh-huh. Belmetikek abban maradtak, ja. Mondtam, talán 80-as években. Uh-huh. A Vulcan újra kezdte. Mert ő nekik csipogott már akkor minden. Akkor már minden. De tényleg. És az, ja, az még érdekes, hogy pont azért, hogy jól be tud állítani az ébresztőt, ezért a perc skála az az ébresztőre van kitalálva. Tehát az óra jelölők között azt látod, hogy 10, 30, 50, és ugye közöttük is vannak, tehát 10 perces osztásonként látod az órák között, hogy akkor most egyébként hogy van. Ami egy zseniális dolog, mert amúgy ugye le tudod olvasni a percet is így, és akkor most jól felhúztam egyébként az ébresztőt, csak hogy halljátok, szerintem amúgy nincs kellemes hangja. Tehát lehetne egy kicsit... Mert az a cél, hogy felébredj rá, ne az, értem, hogy... de hogy úgy értem, hogy nincs két milliós ára, vagy mi hangja, úgy mondom, tehát figyelj. És rezonál, tehát érzed a kezeden. Azt szeretném kérni, hogy húzd fel most, úgyhogy hogy közben ne csipogjon. Igen. Mert megfeszül, amikor fel van, ezt szoktátok kérdezni, hogy honnan lehet tudni egy kézi húzóst, amikor fel van húzva. És onnan, hogy lesz, érezni fogjátok, hogy lesz rendes ellenállás a koronában, tehát egy idő után már nem húzhatod tovább. És ha nagyon erős vagy, akkor persze el lehet mindent pattintani, de fogod érezni, hogy kialakul az ellenállás így benne. De amúgy szerintem ennyi elég. Igen. És tedd le az asztalra, és úgy nyomd vissza, hogy az asztalon van. Mert? És alszunk, és jön a reggeli ébresztő úgy, hogy a fa éjjeli szekrényre van lerakva. Amúgy rendesen tűcsök hangja van. Így, de kézbe vél nem? Mi ez, ha nem a legkirályabb dolog valaha amúgy? Tehát, hogy ezt így találták ki szerintem a Vulcan Cricket. Ez a szegény ember perc is mérdője. Bármelyik. Ja, és on demand, mert bármikor nyomkodhatott. On demand, igen, sőt, még időzíthető is. És rendesen hátul ugye értelemszerűen fogod látni a... kalapácsot, ahogy ver. Ez egy drága óra ennyiért, de fantasztikusan jó óra. És én amúgy mostanában már elkezdtem azt keresni egy órába, hogy tudná az örök órám lenni. Tudod, ami megveszed, értem. És már nem érdekel semmi más, vagy bármi más, amire ránézel, arra azt mondanád, hogy jó, de ha ezt megveszem, akkor nem tudom azt hordani az örök órám. És hogy ez szerintem egy ilyen együttélős, összeházasodós óra. Ehhez olyan stílusú élet kell. Én ezt azért nem tudnám, mert én csak Watches and Wonders és egyéb órás rendezvények alatt hordok inget. Ja. Tehát nekem ez most... Amúgy ők ezt becsomagolhatják akárhogy, mert ugye maga a szerkezet meg egy gomb, tehát hogy ez amúgy konkrétan egy búvára is benne lehetne, csak nincs. Tehát, hogy most egyelőre... Meg a Vulcan Cricketnek van egy olyan történelme, ami miatt ez így... Persze, ez így helyes. Ami nagyon érdekes, és ezt mindenképp meg akarom említeni, ez a tokfül kialakítás, hogy ilyen horpat, de dizájnilag. Itt. Elsőre itt. Azt hittem, hogy
itt, ahol a tok és a fül találkozik ezen a ponton. Tehát nagyjából olyan 7.30-nál. Igen, én először azt hittem, hogy neki tett valaminek, de most így jobban megnézve, hogy minden fül ilyen, így rájöttem arra, hogy gyakorlatilag úgy alakították ki, hogy szerintem ez polírral lett, nem? Aha, hogy addig tartották a polírba, amíg annan lett. Ott abba a szűk résbe, amíg az nem lett ilyen. Szerintem, de aztán én ehhez aztán tényleg nem értek. Szerintem azért az nagyon-nagyon jó polírozónak kéne lenne, hogy ezt így le tud hozni. Tehát azt biztos mondja, vagyok benne, hogy hát előbb és utána van kézzel rásegítve. Flexin? Nem, azt hiszem Zafir volt. Zafir. Hideg? Ilyen hangra megyek. Landi. Domed shapes a fire crystal. Csicskák nem tudják, mi ez a történet. 19.800-as lengész számú a verg? Mert valami nagyon-nagyon kehesen mozog ez a mutató. 18. Akkor, igen, végképp. 18. 52 órás járás tartalék. Kb. 20 másodpercig ugye rezeg, azt éreztük, meg az teljesen jó. És ez a Vulcan Cricket Manufactured V10. Na most ez a Manufactured, ez egy olyan dolog, amit ritkán szoktunk hallani. Hát ebben a manufacturer szokott lenni, ami szerintem, hogy ők gyártják maguknak. De manufactured az, hogy le lett gyártva valahol. Tehát azért megy itt is az örefestés erősen, de a lényeg az az, hogy ez egy exkluzív szerkezet, amit valaki legyárt. Igen. Lépjünk tovább egy picit. Hát amúgy szerintem ez kb. Egy teljes 19 rész. Perc, de egy 6-7 percet fogunk beszélni a másik témáról. Ami? A Zenit. Jó. Ellátogattam a Zenit meghívásából Bécsbe, míg a világ apraja, ide inkább nagyja az LVMH Watch Weekend volt Miami-ban. Addig nekünk kelet-európai újságíróknak, itt a Dávidra nem mutatott, mert ő amerikainak számít ebben a szegmensben. Én büszkén képviselem hazánkat. A lényeg, hogy csináltak Bécsben egy ilyen másfél napos kis szösszenetet, és ott volt a kelet-európai regionális sales vezető. Köszönjük szépen, hogy néztétek ezt az adást, és benne tartottatok, ha tehetitek. Támogassatok minket Patreonon, a patreon.com/kronométer oldalon. Yes. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki a támogat, vagy itt YouTube csatornatakként is természetesen. Most ebben a részben is, meg az előzőben is csináltunk ilyen kis Patreon is felvételeket, meg ilyesmit, és talán még lesz is egy patronos kérdés. Igen. Viktor már túrja is. Milyen gyakran járassam az óráin? Mennyit pihenhetnek, vagy mennyit járjanak? Az automatáim két hetente kézre kerülnek, a kézi húzósokat pedig hetente egyszer biztosan felhúzom. Tökélete. Mit mond erről a tudomány? Júj! Hogyan kell órát tartani? Az automatákhoz jobb-e a forgató, mint havonta kétszer 4-5 órára kézre venni és lóbálni? Az automaták is húzhatóak kézzel, tehát azokkal is minimum egyszer foglalkozom hetente. Nem tudom eldönteni, mi lenne a helyes állag megóvó üzemeltetés szempontjából. Kb. Ez amúgy. Szerintem ez így nagyjából jónak tűnik. Kösz, Dávid. Hát de most miért, ha valaki jól csinálja? Hát és ne lakjon a forgató, mert teljesen fölösleges, tehát ez badarság, hogy ezt most akármeddig kellene itt nyomatni. Kézihúzósokat is nyilván meg kell járatni, de azért az, hogy időnként hordva van, meg időnként meg van járatva, ez szerintem tök sokat számít. Tárolásról volt szó ugye az előbb, ugye ott is elmondtuk, hogy napon ne legyen, tehát egy nagy hőingadozásnak ne legyen kitéve koronavé. És kész. De amúgy szerintem ez így korrekt. Tehát te itteni szervizés tapasztalataid alapján? Pont ezek, amik amúgy le vannak írva, hogy az, hogy az automaták két hetente kézre kerülnek, a kézi húzósok pedig hetente egyszer fel vannak húzva, az tök jó. Alapvetően, hogy havonta egyszer meg van járatva, úgyhogy teljesen felhúzva és lejáratva egy óra, az bőven elég. A lényeg az, hogy fél évig ne porladjon meg elindulás nélkül, az se fog kárt okozni benne. Ja. Ne, ő nem fog felrobbanni érdel, vagy összeállni az egész hordozatban. Így van, csak mondjuk, hogyha van egy olyan óra, ami fél évig nem volt hordozat, és utána felveszed, akkor ne csodálkozz, hogyha az első felhúzás alatt pontatlanabb egy picit, mert azért egy bizonyos állagváltozása van ezeknek a kenőanyagoknak. Nem nagy, minimális, kicsi. De azért van. Így van. És ez látszik is, amikor úgy hoznak be mondjuk ide ilyen átadáskori eredetiségvizsgálatra egy órát, vagy bevizsgálásra,
és felrakjuk, és látjuk azt, hogy elméletileg semmi baj nem kéne legyen az órának, és ilyen 240 a lengésszege. Ja, 300 akkor, sok helyet. Igen, 300 helyet kb. Akkor mondják, hogy hát fél éve ott benn van a fiókban, és nem volt egyszer se felhúzva, akkor értjük miért. Ja. Úgyhogy ilyen van. Tehát így egyébként van. Nagyon jól csinálod, és így tovább ezzel. Így van. Az óraforgató az abban az esetben jó, hogyha pont olyan rotációban hordod az óráidat, hogy minden alkalommal mindig pont lejárna az, amit legközelebb pont fel akarnál venni. Köszönjük szépen, gyertek patronálisokat, tudtok tőlünk kérdezni, és némelyiket kiválasztjuk, és itt is megválaszoljuk. Így van, találkozunk jövő szerdán 19:30-kor. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta